Ezt a mostani válságsúlykolást, tehát hogy minden tele van azzal, hogy gazdasági, pénzügyi válságkorát éljük, illetve nyakunkon az energiaválság, hogy a háborúról meg a globális klímaválságról ne is beszéljek, ön reálisnak tartja, vagy inkább sorozatos félelemkeltésnek? Az a probléma, hogy az embereket belerángatják egy olyan dimenzióba, amihez igazából nekik semmi közük. Az a dimenzió, amiben most a média tárgyalja a világválságot, hogy különböző országokban, hogy a részvények esnek, hogy mindenféle árak mennek föl, meg le, meg hiányok alakulnak ki. Ez az egyén szempontjából úgy jelenik meg, hogy bemegy a boltba, és akkor azt mondja, ó, ezt nem veszem meg, pedig de szerettem régen, mert ennek most fölment az ára. És akkor ennyi. Tehát, hogy a túlélésre koncentrálva egyedüli teendőnk az, hogy mindig azt mérlegeljük, hogy tudnánk jobban megúszni a helyzetet. Fel tudjuk-e magunkat, ezt sok néző kérdezte egyébként, fel tudjuk-e magunkat erre előre készíteni, akár lelkileg, akár konkrét cselekvésekben is megnyilvánuló elővágásokkal? Hát lelkileg úgy lehet fölkészülni, hogy az ember például elhatározza, hogy ezentúl nem fog ragaszkodni mindahhoz, ami eddig neki a kényelmét meg a jólétét jelentette. De ez nem lelki alkat, vagy személyiség függő elsősorban? Ön ilyen személyiség alkatú, de egy másik, aki mondjuk hozzászokott az egyre jobb körülményekhez, nehezen ad le belőle. Általában vévés az a tapasztalat, hogy ha egyszer valami már mindennapossá válik az emberek életében, abból nagyon nehezen adnak le, még ha a körülmények kényszerítik is őket erre. Ezek mind meghaladható hátrányos tulajdonságok, amikor valaki ragaszkodik valamihez. Nagyon sok problémát okoz, amikor valaki termeli a veszteséget, de nem tudja abba hagyni, mert hogy hát és akkor ő a több éves vállalkozását szüntesse be. Pedig mindig van egy optimális időpillanat, amikor már látható, hogy ez csak veszteséget fog termelni, akkor félre kéne tenni a hiúságot, meg a félelmeket, meg egyebeket, és akkor abba kéne hagyni. Tehát nem racionálisan működnek az emberek, akár a fogyasztásban, akár mondjuk a devizahiteleseknél is biztos volt egy pont, amikor azt lehetett volna mondani, hogy hú, na most még mindig jobban járok, ha most eladom a lakásomat, mint hogyha erőltetem tovább ezt, amit már nem fogok tudni úgyse fizetni, és akkor az emberek addig-addig húzták, míg végül már a szakadék szélén tényleg nem lehetett visszafordulni. Persze ez feltételezi az önkontrollnak a létezését. Azért nagyon sok ember küzd a saját kontrolljának a hiányával is, nem? Hát jó, de hát ez is egy probléma. Tehát itt arról van szó, hogy a vágyvezérelt gondolkodás, meg a vágyvezérelt viselkedés az vezet oda, hogy nem látom a jövőt, nem tudok racionálisan gondolkodni.